Sziasztok, Toma Juhász vagyok, és most ebben a videóban egy meglepő fordulattal fogtok találkozni, mert most ugyanis nem a kutya kiképzésről fogok beszélni, hanem egy olyan témáról, amit én úgy gondolok, hogy mint felelős állattartó, én mint kutyatréner és mint több kutya tulajdonosa, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, ami globálisan mindenkit érint, aki tart kutyát. Társunk, barátunk és egy élőlény, tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kiképzés mellett az egészségi állapotot is folyamatosan figyeljük. Tehát azért gondoltam úgy, hogy egy picit beszélek most ezekről a dolgokról, mert most egy olyan időszakba érkeztünk el, hogy nagyon sok a kullancs. A védőoltások, illetve a féreghajtás alapvető törvényi feladat, amit egy gazdának el kell végeznie egy kutyának. Vannak egyéb olyan betegségek, amit egy felelős kutyatartónak tudnia kell. Sok tévhit és hibásan elterjedt mítosz terjeng ilyen betegségekkel kapcsolatosan. A sok közül az egyik legaktuálisabb betegség az nem más, mint a babéziózis. Ez egy végzetes betegség lehet sajnos, ezért nagyon fontos megelőzni ezt a betegséget, és ezért fogok beszélni erről egy picit jobban, hogy hogyan tudjátok ezeket megelőzni. A babéziózis a kullancsok által átadott parazita, amely a vörösvérsejteket támadja. Én, mint kutyatartó és kutyakiképző, mit veszek észre, hogy a kutyám egy babéziózis kapott el? Nagyon egyszerű. A kutya levert, amit én észreveszek, az abszolút levertség és a bágyadság, illetve az, hogy nagyon magas Celsius hőmérséklet egy kutyának. Egy kutyának ilyenkor akár 40-41 Celsius fokos is lehet a testhőmérséklete. Az állatoknak a testhőmérsékletét legegyszerűbben úgy tudjuk leellenőrizni, hogyha bárhol kapható egy digitális hőmérő, és mint a kis gyerekeknél is, kis babáknál, csecsemőknél is, a végvérbe felhelyezzük, és úgy tudjuk a testhőmérsékletét legegyszerűbben és leggyorsabban tudni. Jó is, hogyha van otthon egy ilyen hőmérőnk, amit el a célra használunk, ugyanis sajnos ezek a betegségek bármikor bárkivel megeshetnek, ha nem védekeznek megfelelően. Ezért fontos az, hogy védekezünk ezeken a betegségek ellen, amiről most fogok beszélni, hogyan tudunk. Visszatérve a kullancsok által adott fertőzések, illetve betegségek, nem az a cél, hogy a betegséget hogyan gyógyítsuk meg, hanem az, hogy hogyan előzzük meg ezt a betegséget. Miután 21. században élünk, ezért vannak különböző módszerek, amikkel ezeket meg tudjuk előzni. Van ilyen csepegtető, ami 6 hétig teljes védelmet nyújt az ilyen betegségek ellen. Nagyon jó, hogy ezt felírjuk egy naptárba, és így nyomon tudjuk a legegyszerűbben követni, telefonunkba beírjuk, naptár, és még jelzi is nekünk, hogy a kutyát csepegtetni kell. Illetve nagyon fontos, hogy 2 napig, amikor használjuk ezt a cseppet, akkor a kutyát nem szabad fürdetni, mert akkor teljesen hatással lesz ez a csepp. A másik megoldás az a rágó tabletta. A rágó tablettában már van olyan, amit, hogyha a kutyával megetetünk, akkor 3 hónapig a kutya teljes védelemben részesül. Harmadik megoldás az nem más, mint a nyakkör. Hátránya az ilyen nyakkörveknek, hogy folyamatosan kutyán rajta kell, hogy legyen, viszont ez 7 hónapig tart. Ma már léteznek vízbiztos nyakkörvek is, ami hát nagyon jó, ugyanis a kutya elmehet úszkálni is, és nem megy le a hatóanyag a nyakkörvekről, ami eszméletlen jó, csak annyi, hogy a kutyán mindig rajta kell, hogy legyen. De hát, mint mondtam, többféle lehetőség is van a védekezésen, a lényeg az, hogy védekezni. Összefoglalva, a lényeg az, ha a kutyánkkal kiképzésre járunk, vagy akár csak elmegyünk sétálni, vagy bármi ilyesmi, nagyon fontosnak tartom azt, hogy védekezzünk ezeken a betegségeken, ugyanis a babéziózis egy nagyon-nagyon veszélyes betegség. Ha kíváncsiak vagytok, eláraknak neki egy érdekességet. Nagyon nagy tévhit van abból a szempontból, hogy a kullancs az a fűből, vagy a talajról mászik fel az állatra, vagy az emberre. Ez nem egészen így van. A kullancs mindig magasabb lombozatakról, faágakról rá szokott esni az emberre, vagy az állatra. De igazán hogy teljesen mindegy, hogy a kullancs alulról vagy felülről támad. A lényeg az, hogy védekeznünk ellene. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Szépen megkérek titeket, hogy iratkozzatok fel a YouTube-omra, az Instagramomra és a Facebookomra. És mostantól 2 hetente lesz videóm, ugyanis úgy gondoltam, hogy sokkal jobban fel tudok készülni, és jobb minőségben is tudok nektek videót szolgáltatni. Nagyon fontos nekem az, hogy feliratkozzatok, mert ez motivál engem. További szép napot kívánok mindenkit, és JTDT folytatódik.